Dr. Kovalenko Marina érkezett hozzánk, orvos, akupunktőr, gerincgyógyász, és ti ismeritek egymást, ugye? Bocsánat, hogy itt, hogy kerültél te Marinához? Egy lejtette papírzsebkendő. Hát igen, volt egy nagyon-nagyon komoly blokk, ugye a derekamban, és akkor kaptam egy kedves ismerősöm egy telefonszámot, ez történt x nagyon régen már. Most már lassan 10 éve. 10 éve, és akkor elmentem majdnem, és akkor nagyon sokat segített már az első kezelés után is, és aztán időnként kiki újul, de már csak ilyen karbantartásra járok vissza. És ez valami vázrendszeri történet, vagy pedig ezeket is a stresszt okozza, hiszen ma elsődlegesen a stresszoldásról beszélgetünk. Ez abszolút így van, hogy elsődlegesen a mozgásszervi problémáknak látszólag nincsenek lelki részei, de akárki elmondhatja azt, hogy ha bármilyen stresszes szituációba kerül, legtöbb ember izomfeszültséggel pontosan reagál az ilyen jellegű részekre. Tehát mi azt szoktuk mondani, hogy most már sajnos olyan betegség, amelyeknek nincsen lelki oka, nincsen. A kérdés az, hogy ez 10%-a a problémának, vagy 90% vagy akár több százaléka. És innentől kezdve, hogy ez muszáj volt olyan technikákat keresnünk nekünk is, mert mennyire is ugye fizikális blokkokkal foglalkozunk, amelyek a lelki aspektussal is foglalkozik. Pontosan azért, mert legtöbbször az utóbbi 4-5 évben azt látjuk az embereken, hogy hiába próbálnak az életvitelükön változtatni, hiába próbálnak egészségesebben étkezni, többet aludni, vagy esetleg sportolni. Azok a bevált gyakorlati módszerek, amelyek a pszichés problémák megoldására használjuk, például légzések, jóga gyakorlatok, futás, egy stressz bizonyos szintje fölött már nem hatékonyak. Tehát ez pontosan azt, hogy jelenti a gyakorlatban, hogy a tudatalattink az minden egyes feszültséggel járó környezeti változásra reagálni fog. Az, hogy hogyan fog reagálni, ezért az úgynevezett vegetatív idegrendszer a felelős, tehát vagy szimpatikus, azaz ugye hűs jellegű válaszreakcióval, vagy paraszimpatikus, a fus jellegű reakcióval fog reagálni. És ezeket már a kis gyerekkorunkban visszük magunkkal a rendszerben, attól függően, hogy egy kisbabának a reakcióira a környezete hogyan reagál, valaki vagy inkább egy szimpatikus, egy túlterhelt rendszerrel fog rendelkezni, vagy valaki azt tanulja meg, hogy hiába sír, az ő környezete nem válaszol az ő szükségleteire, és inkább egy paraszimpatikus, azaz inkább depresszióra hajlamos idegrendszerrel fog rendelkezni. És a legnagyobb probléma az az, hogy egy idő után ezek összekeverednek a szervezetben, és ez az a szint, amikor már sajnos nem segít se a légzés, se a jóga gyakorlás, sőt, ugye vannak például akupunktúrás pontok, illetve ugye a sémák, amelyek a pszichés mi bellétünket befolyásolják, egy bizonyos pont után egyszerűen ők sem képesek ezen a nagyon túlfeszült helyzeten változtatni. Csak ott hogyan lehet segíteni ezen a ponton túl? Ezen a ponton túl egyrészt föl kell mérni, hogy mi a helyzet. Azt kellene megnézni, hogy melyik szinten az idegrendszerünkön belül változott meg ez a úgynevezett téves reakció. Azt kellene fölmérni, hogy a szervezetet bármennyire szeretnénk, nem tudjuk ugye kivenni ebből a stresszes helyzetből és egy nyugodt környezetbe helyezni, sőt a stressz valamilyen szinten szükséges és a normális idegrendszer működéséhez. Az a kérdés viszont, hogy hogyan tudjuk visszavezetni a normális állapotba, hiszen az, hogy nekünk reagálnunk kell a környezetre, ez egy alapvető dolog, ha nem reagálunk, értelemszerűen inkább negatívumát látjuk az egésznek. Viszont a reakciónak a mennyiségét, minőségét és időszerűségét ezen lehet változtatni. Vannak úgynevezett biodinamikus, illetve kroniodinamikus technikák, amelyeket én is használok a praxisomban, ami azon alapszik, hogy a szervezet másodpercenként több millió úgynevezett kötőszöveti receptorból a tudatalatti keresztül kap információt a belső és a külső világról. Ezeket összegzi, és ez alapján próbál az adott környezeti változásra reagálni. Ha ez egy téves reakciót vált ki bennünk, akkor nem fogunk tudni adekvát, azaz megfelelő módon az adott helyzetet lereagálni. Ez további stresszt fog szülni a szervezetünkben. Ha viszont nagyon finom
úgynevezett idegrendszerre ráhangolódó technikákkal elkezdünk dolgozni, akkor vissza tudjuk állítani a szervezetben ezt az egyensúlyt. Ez a gyakorlatban hogy néz ki? Tehát mi történik akkor velem, hogyha én rajtam egy ilyen technikát alkalmaznak? Ami történik ilyenkor, hogy speciális testszerte jelentkező pontokon, ha az ember megfelelő nyomással, illetve ugye főleg mechanikai ingerre tapintása, ezeket a pontokat egymáshoz hangolja, akkor a rendszer megtalálja ezt a kiegyensúlyozott részt. Vissza tud térni mindig az úgynevezett kiindulási pontba, ahonnan tovább tud reagálni. Tehát ez úgy néz ki, hogy a terapeutától ez egy nagyon finom érzékelést és egy nagyon erőteljes koncentrálást igényel, ahhoz, hogy megérezzük, hogy a terület melyik szintjén hogy tudjuk befolyásolni az idegrendszeri válaszreakciót, amit a páciens ilyenkor érez, ugye általában ez fekve történik ez a kezelés, különböző úgynevezett vegetatív idegrendszeri reakciókat, vizsergéseket, hideg-meleg változásokat, valaki feszültséget kezd érezni, ami oldódik a kezelés végére, valaki pontosan viszont el tud egy olyan relaxált állapotba kerülni, aminek nem az a lényege, hogy ott is akkor relaxál, kilép a külső világba, és utána folytatódik minden ott, ahol abba hagytunk, hanem sokkal másabb úgynevezett percepcióval, tehát sokkal másabb megéléssel tudja az adott szituációkat látni. Ez én hétköznapi nyelvemre fordítjuk le, akkor már egészségesebben reagál a következő stressz kihívásra. Pontosan, és minél jobban tudunk egy-egy stressz szituációt lereagálni, annál pozitívabb visszacsatolást kapunk, tehát ez igazából mindent vagy semmi törvény alapján működik. És mint a neve is mutatja, ez egy lágyterápia, tehát hogy tényleg nem roppantgatunk, nem törünk, nem. Tényleg egy nagyon finom kezés, én már voltam ilyenen, és nekem szükségem is van erre, hiszen azért az estém, az előadás... Mindenkinek szüksége van manapság. Tudom, de színésznek valahogy kicsit mégis teszesebb az életet, mi minden előadásokban ezt a Judit nem mondta a bejátszásban, hogy én rettenetesen izgulós típus vagyok. Tehát, hogy bár ez lehet, hogy nem látszik rajtam, a színpadra lépés előtt nekem olyan erős lámpalázom van, de olyan előadásnál is, amit már százszor játszottam, hogy egyszer megülök. Amit belöknek, volt, hogy kértem, hogy lökjenek be a színpadra. Amit belöknek a színpadra, hogy bent vagyok, már minden megváltozik, egy teljesen más világ, és ez nem zárja ki a kettő egymásnak azt, amit szeretem, amit csinálok. Az elején mondtam, meg imádom, de valahogy mindig van egy ilyen. Ahogyan repülni is, siklóernyőzni is szerettem régen, mint extrém sport, ott is mindig az elrugaszkodás maga, az indulás egy kicsit mindig nehéz volt, de nehéz már jó. De a stresszkezelésben igenis segít ez a módszer. Nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit megismerhettük ezt a technikát.